Szentesi meg mind szent. De puha is? Puha is. Puha is. Két herjük ott állt. Ő miért nem ott a paprikát? Dehon van, de nincs. Nem minden jó. Nem félom. Mellékük akkor. Tető. Nem baraszt termés úr. Józsika, gyere! Hogy jó húrá? Bukszának a nagy ménye teje. Szerintem, vettél a köpnát? Hú, van ő! De nem alszanak még otthon? Nem. Üssétek a végét! Jószor a fasz jár! Ja. Ám az miért nem villog? Nincs én már neki! Persze. Köszönságnak bemutatjuk, hogy egy orvvadász, mi? Mert automata csinál rajta? Uh-huh. Fantasztikus.
búzafajtáról van szó, és ebbe a táblába intenzív termesztés kapott, aminek az a lényege, hogy ősszel keresztő öntözésbe részesült a nagy szárazságba, nagyon szépen kikelt, tavasszal pedig szilárd műtrágyával. Tessék. Szilárd műtrágyával kiegészítettük. Aha. Úgy tetszett, közel adom a kamerának, jó? És mennyit nézzél ki belőle, hány mázsát? Hát hektár. Én azt mondom, hogy bőven 60 fölött van a termés, de itt van a téma, avatott szakértőjekért termésbeszélést csinálta. Legutóbbi termésbeszélésedek mennyi? Már amit láttunk. Erre nyilván 68-at becsültünk, és olyan 65 mázsa körül lesz. Igen. Gyönyörű szemű búza. Nem minket vegyél el a búzát. Lacikám, és hogy ment az aratás le? Levendúj. Ütemesen. Jól haladtak. Naponta. Eddig a szervezés minden körülményével elégedettek vagyunk. Kombájnosokról ugye az aratás előestéjén el lehet mondani, hogy az utóbbi idők legfegyelmezettebb társasága aratott kint a tallóba. Köszönet a vezetőknek is, akik a tallóba feladatot ellátták. Nyilván azoknak is, akik bent a háttérbe biztosították a folyamatokat ehhez a szép munkavégzéshez. Idő is segíten. Legkisebb napi teljesítmény eddig, amit ki tudtunk használni. 5000 mázsa körül volt, két nap volt 7000 mázsa fölötti teljesítmény. De átlagban 5500-6500 mázsa közötti mennyiségek mentek be. Ez jó gép, jó idő, és mindenekelőtt jó búza termés átlag szükséges. Én még azt emelném ki, hogy az emberek megértették a vezetésnek a kérését. A aratás csak nem minden napjába tartottam helyszíni ellenőrzést, és még eddig nem találkoztam komoly mennyiségű gépszórással. Ez nekem nagyon nagy öröm, mert az emberek fegyelmezetten a gabonának megfelelő tempóba végezték a gépi munkát. Valószínű kis része van annak az ösztönző feltételnek is benne, pénznek, amit a szakvezetők időben a kombájnosok tudomására hoztak. Elkészítettünk egy fél négyzetméteres keretet is, de eddig még nem kellett használni.